Üdvözlöm a kedves nézőket, ez már itt a Weekend második része, és hát ha elég bátor lennék, akkor elénekelném azt is, hogy de nehéz az iskolatáska, de nem mondom, hogy ezt meghagyom Csalami István úrnak, a Leporellus papírszaküzlet ügyvezető igazgatója érkezett hozzánk nagyon sok táskával, de azért annyira nem voltak nehezek ezek az iskolatáskák, ugye kedves István, mert hogy megbirkózott a feladattal. Igen. Igen, nem nehezek. A gyártók most már nagyon figyelnek arra, hogy a táska súlya az 1 kg alatt legyen. 85-900 g-os táskákat is lehet most már kapni, mert a táskát minden nap vinni kell, és ott nem mindegy, az a 10 deka, amivel könnyebb, az már sokat számíthat egy elsősnél. Gyakorlatilag ez már úgy tűnik, mintha az űrtechnológia lenne, tényleg annyira könnyű például ez is. Azért hívtuk egyébként Istvánt meg a mai műsorunkba, mert hát sajnos ugye közeledik az iskola. Ez nekünk szülőknek és gyerekeknek, hát nem is tudom, talán a szülők már ilyenkor örülnek, mert már a lélektani határán vannak néha az őrületnek, ugyanis a gyerekek számára azért valljuk be, hogy kell a mindennapos rutin, kell a feladattal való megterhelés, még akkor is, hogyha azért ez mondjuk már úgy május vége felé egy kicsit soknak tűnik. És hát amivel talán fel lehet dobni ezt az időszakot, az az, hogy veszünk új táskát, új tolltartót, egy picit lehet már készülni, megvenni a gyönyörűséges füzeteket, aztán ez a legjobb része, a többit azt most nem kommentálnám. Kedves István, vannak-e most trendek, tehát amit mondjuk már keresnek az üzletekben, vagy gyakorlatilag ízlések és pofonok különböznek, és ez megmutatkozik a papíráru kínálatban is? Az üzletben meg szoktam kérdezni a gyerekeket, hogy várják az iskolát. Találkoztam olyannal, aki azt mondta, hogy igen. Tehát azért van. Néha. Igen. Természetesen vannak trendek. Minden évben a divatvilág meg a filmvilág meghatározza azokat a trendeket, amikkel a gyártók ellátják a különböző iskolaszereket. Ugye itt elsődlegesen a táskák a meghatározók, de a füzetek, tolltartók, gumis mappák, amikbe a füzeteket tartják. Ezek is a trendi minták szerint készülnek. Hát ugye a filmes világból még mindig a Frozen, a Minion, illetve a Star Wars pókemberhez kapcsolódó történetek, illetve ezek szereplői találhatók meg írószereken, illetve hát az aktuális Disney sztára Soy Luna, amit nagyon sok mindenen meg lehet találni, illetve most az emojikat tették fel, ugye aki az informatikában, telefonálásban járatos vagy nem járatos, az is tudja, hogy mi lehet az az emoji, ezek a kis vicces üzenetek. Hát furcsa, hogy még van mit kitalálni, de hát nyilvánvalóan ez olyan, mint a divat, majd visszajönnek a korábbi dolgok, meg hát a cuki kis állatok, a cicák, a tégdisek, a kutyák, az autók, tehát minden, ami ugye a gyerekek lelkéhez közel van, az felbukkan ezeken az írószereken, tanszereken. Én megmondom őszintén, én is gyakorló szülő vagyok, és nagyon sokszor tétovázom, hogy megvegyem ezeket a nagyon szép, míves, drágább füzeteket, vagy csak egy szép borítóval fedjük be a füzetet, és aztán kiderül, hogy nem is olyan vonalas kell. Vegyük meg már most, vagy várjuk meg az első szülő értekezletet? Mi az ön javaslata? Hát üzleti szempontból nyilvánvalóan azt kell, hogy mondja, hogy most. Mi azt szoktuk mondani, hogy akinek van listája, aki kapott tájékoztatást arra, hogy mire lesz szükség a gyermeknek, az minél előbb tegye meg, mert annál kevesebb kollégával találkozik a boltba, szülővel, és ha egyszerűbben tudja megoldani. Aki nem kapott listát, vagy új helyre került, az várja meg azt az időpontot, amikor meg vagy ne vegyen felesleges dolgokat, de nem zárkózunk el az előse, hogyha valaki valami olyat vásárolt, ami nem felel meg az elvárásoknak, visszahozza, ha az normális állapotban van, akkor cseréljük, tehát nem jelent ez gondot. Én azt hiszem, hogy ehhez a szülők már hozzá is szoktak, de mindenképpen legyenek körültekintőek a minőség tekintetében. Akár táskákra, akár a legapróbb ceruzákra is vonatkozik? Igen, mindenre vonatkozik, mert akármennyire is próbáljuk tagadni, az ár mindig arányos a minőséggel. Lehet, hogy nem pontosan fedi az, de
Hogyha nagyon olcsót veszünk, akkor rájöhetünk arra, hogy egy-két hónap múlva újra kell venni, és akkor a kettő már valószínűleg drágább lesz, mint egy jobb minőségű termék. Én például ceruzákkal valóban, tehát ezt alá tudom támasztani, hogyha egy olcsóbb ceruzát veszünk, akkor az annyira törik a hegye, és gyakorlatilag egy hét alatt a gyerekek lehegyezik, amúgy is mondjuk az alsó tagozatosak szerintem imádnak hegyezni és radírozni, tehát ezt a két dolgot ezt nagyon szeretik az iskolába, viszont hogyha egy jó minőségű ceruzát veszek, az valószínűleg sokáig tart, még akkor is, hogyha ebben a táskában bizony akár repülnek is olykor a tanszerek. Viszont ugye ezeknek a táskáknak, ahogy így elnézem, van egy másik tulajdonság, ami pedig az, hogy ilyen ergonómiailag meg vannak tervezve, tehát nem csak a forma tervezés az oka annak, hogy itt van benne egy belső merevítés, és ahogy a nézők is látják, meg is próbálom megmutatni, ilyen kis puha valami, tehát azt gondolom, hogy itt ez a hátát, a gerincoszlopát is védi a gyerekeknek, és mindenképpen javaslom én is, bár nem vagyok szakember, hogy olyan táskát vegyenek a piciknek, amit föl tudnak mind a két vállukra venni, mert bizony nagyon-nagyon súlyos dolgok kerülnek bele, tehát 5-6-7 kiló is olykor lehet egy táska, ami ha belegondolunk, hogy a gyerek mondjuk 16 kiló, akkor gyakorlatilag ez egy szörnyű nagy súly, és azzal, ha máshol nem, csak éppen az autóig kell vele elmenni, vagy egyik teremből a másikba, mert úgy látom, hogy inkább a szülők szokták ezeket a táskákat vinni még a piciknél. Hát a szülőknek is vigyázni kell arra, hogy mi lesz a testtartásukkal. Megterhelő lehet. Egy-két iskolatáskát összefogva, két-három gyerekes családnál bizony, az nem kevés súly. A gyártók figyelnek már erre, válpánt, hátkialakítás, a táska súlya, a zsinórzata, mindegyik állítható, legalábbis a jobb minőségűeknek, és de már az olcsóbbakba is már fellelhetők ezek az ergonomikus elemek. Hogyha valaki mondjuk úgy megy, hogy szeretné letudni a vásárlást, még a szülő értekezlet előtt, de nincs listája. Adnak-e esetleg neki valamiféle támpontot? Van-e valami olyan lista, amit biztos, hogy nem tévednek, hogyha azokat a dolgokat megveszik? Igen, évek óta van egy első osztálytól nyolcadikig egy ilyen listánk, amit mi úgy szoktunk nézni, tanszerlista, és vannak rajta kötelező elemek, amik biztosan kellenek, tehát kockás füzet, és vannak ajánlottak, amiket lehet, hogy érdemes megvenni, de nem biztos, hogy abban az iskolába fog kelleni, esetleg filctól, vagy valami hasonló. És a szülő eldönti, hogy ő most ezt megveszi, vagy hagyja, és majd eldönti, hogy később megvásárolja. Tehát akkor mindenképpen szakszerű tanácsot segíteni. És segítséget így kapnak van. Önöktől az üzletben. Hát én azt kívánom, hogy ne csak ennyi öröme legyen a gyerekeknek, hogy csodálatos, szép tanszerek között töltik majd a 2017-18-as tanévet, hanem sok-sok szerető pedagógus és nagyon klassz tankönyvekből tanulják majd azt a tudást, amivel reméljük, hogy egykor majd a társadalmunknak az építő oszlopos tagjaivá válnak. Köszönjük szépen István, és nagyon jó munkát kívánunk. Nagyon szívesen, köszönöm szépen. Önnek is, és a kollégáinak is. Mi pedig folytatjuk színházzal, nagyon aktuális egyébként a színház, hiszen ugye a Vidor Fesztivál időszakát ide éljük itt Nyíregyházán, amit pedig most látni fogunk, a név Carmen, ugyanis ennek a darabnak az olvasó próbáján járt stábunk a Móricz Zsigmond Színházban. A következő percekben tehát ebből láthatnak egy rövid kis összefoglalót. Kosik Anita Carmen szerepében próbál a Móricz Zsigmond Színházban. A Prosper Mary May kisregénye alapján készült darab főszereplője egy végzetes monzerejű cigánylány, aki beleszeret Hozéba. Nagyon jó, nagyszerű szerep, nehéz szerep, ilyen szembesítős szerep, tehát nem bujkálhatok, hogy itt most így eljátszogatok valamit, aztán majd hazamegyek, és minden oké, hanem vagy oda teszem, és kirakom a szívem, meg a vérem folyjon, vagy nem ér az egész semmit.
A férfi főszerepet Nagy Idai Gergő alakítja. A darabban Hozi egy egyszerű katona, akinek mindössze annyi a vágya, hogy a legjobb szolgálatot nyújtsa a seregben, azonban keresztezi az életét Carmen. A próbák 3 napja kezdődtek. Most kapcsolódott be Ladányi Andrea a próba folyamatba, ebbe is forgattatok bele, igazából az ő munkájába kaptatok betekintést. Hát most már úgy, ha szépen haladunk előre most már, tehát így húzzuk rá azokat a pluszokat, amik majd egyedivé fogják tenni ezt a Carment. A Carmen egy szenvedélydús dráma, a nyíregyházi feldolgozás érdekessége, hogy egy intim térben, a művésztúdióban meséli majd el a szerelmes történetet. Ugye az nagy kihívás, de mindig nagy nehézség, és amikor az ember novellához, kisregényhez vagy regényhez nyúl, hogy ezek narratív történetek ugye a műfajból adódóan, tehát mesélnek. És ugye nyilvánvaló az ember például azért nyúl egy Carmenhez, mert nagyon sok drámaiság van a történetben, vannak benne feszültségek, csomópontok, összecsapások, konfliktusok, aminélkül ugye egy dráma nem lehet el, vagy hát el lehet, de azért akkor elég nehéz színpadra tenni. Tehát nekem adaptálóként ezeket a csomópontokat kellett megragadnom, és színpadi történetté formálnom, színpadi történéssé sűrítenem, illetve hát nyilván segítségemre volt azért ebben az opera és az opera szerkesztés módja, bár nekem nagyon fontos volt a kisregény eredetiségét megtartanom. Tehát mindenképpen azon igyekeztem, hogy valami saját keresztmetszetet, egy teljesen új minőséget, egy új történetet, egy új színpadi történetet formáljak abból, ami a rám hagyott örökség, ugye a Carmenből. Próbáltam mindent megtartani, ami a kisregényben érdekes, izgalmas, olyan szálakat, amiket az opera a műfaji sajátosságaiból adódóan kihagyott, és szerettem volna minden olyan helyzetet megragadni, akár kibővíteni, ami a színészeknek hálás például játszani, gazdagíthatják a figurát, a nézők szempontjából érdekes lehet, izgalmas lehet, és minden olyat, ami erősíti ezt a tragikus végű szerelmi történetet, és ennek a hihetetlenül izzó drámaiságát, ami a sorok között is, meg hát közvetlenül is megjelenik az anyagban. Volt azért nekünk már egy hetünk május közepén, amikor előkészítettük ezt a próbaidőszakot, olvastunk, elemeztünk, néhány jelenetbe bele-bele lestünk, de hát az embernek azért nincsenek illúziói, tehát eltelik 3 hónap, a színészek is élik az életüket. Ugye van egy nyár, ami azért a két munka folyamat közé ékelődik, tehát tulajdonképpen most kezdjük el igazán érdemben a munkát, úgyhogy ez a körülbelül rendelkezésünkre álló 5 hét, ez nagyon intenzíven kell, hogy elteljen, de ez jó dolog is, mert nem hagyja az embert elkényelmesedni. Tehát nagyon érdekes, én az első rendezésemet, ami pont 7 éve volt a Thália Színházban, a Dumas Kamilliás Hölgyéből készítettem akkor is szintén egy adaptációt, ugye milyen érdekes opera és regény volt akkor is a forrásom, tehát nyilván engem ezek izgatnak, és akkor például 8 hetem volt. És első rendezésem volt, és akkor rendkívül elkényelmesedtem, hogy van idő, mindenre van idő, és akkor a végén azért óhatatlan volt egy kapkodás, mert annyira azért nem volt idő, mint akkor én azt gondoltam. De hát az ember növekszik és tanul, és most azt gondolom, hogy amennyiben sokszor ijesztő is, vagy néha kicsit hátránynak érzi az ember a szorító időt és az időkorlátot, annyira inspiratív és fegyelmező erő is tud lenni, és arra sarkal, hogy minél hatékonyabb munkát végezzünk az előttünk álló napokban, hetekben. A darab bemutatója szeptember 29-én lesz a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban. Kedves nézők, a következő percekben egy nagyon különleges beszélgetésnek lehetnek szemisfültanúi, ugyanis megtudhatjuk, hogy hogyan lehet az iskolapadból fejest ugrani egy medencébe, az úszodába. Iráncsi pap Ágnes a vendégünk, aki ugye a hétköznapokon a Szent Atanáz görögkatolikus hittudományi főiskolán tanít, egyébként pedig hihetetlen eredményeket ér el a sportban, jelesül éppen az úszodában, de ahogy így mondjuk elnéztem a közösségi oldalon a fotókat, minden másban, ami tömegsport vagy sport, akkor ott
te jelen vagy. Hát azért ezt nem olyan egyszerű összeegyeztetni. Kezdjük azzal, mert az én hát ilyen abszolút jó indulatú irigységem azt a kérdést teszi fel először, hogy hogy tudja ezt egy nő olyan frappánsan megszervezni, hogy ez eredményes is legyen? Hát leginkább az a fajta vágy, hogy a szeretteimmel minél tovább egészségesen tudjak maradni, ez az, ami erőt ad ahhoz, hogy beillesszem a napomba. Valóban nagyon nehéz üres járatot találni, ahova sport belefér. Én elmondom őszintén, én úgy szoktam csinálni, hogy reggel elkészítem a családomat, ők elindulnak 7 óra előtt 10 perccel, én is beülök a kocsiba, én az úszodába megyek, ők pedig mennek iskolába dolgozni, és akkor 7-től tudok úszni olyan 8:45-ig, és akkor 8:30-9 körül már beérek a munkahelyemre, és akkor kezdem a munkát. Tehát gyakorlatilag otthon már te úszódresszbe vagy, és úgy startasz, mert ezért itt nagyon kevés idő volt, tehát ha 7 óra előtt 10 percet, 7-kor te már ott vagy, minden esetre akkor körülbelül 1 órát töltesz a medencébe, ez minden nap így van? Hát úgy van, hogy 3-szor futok, 3-szor úszok egy héten, és akkor a vasárnap az, ami kimarad. Hú, tehát akkor, amikor nem a medencében, akkor az erdőben, futok. Vagy valahol a... Sóstón, tó körül. Értem. Na, egy picit azért az előzményekről is mesélj, ugye te úsztál korábban is, gyakorlatilag itt Nyíregyházán úgy látom, hogy ez már olyan, mint egy ilyen kis fertőzés, nagyon sok egykori úszó úszik, és fantasztikus eredményeket is ér el különböző versenyeken, országos bajnokságokon. Hogy volt ez a te életedben? Édesanyám még egészen kiskoromban beirattak nagyon jó edzőkhöz úszni, Gyula Sándorhoz, Szűcs Csabához, Jósvai Laci bácsihoz, és egészen 15 éves koromig heti 11 edzésen vettem részt, tehát nagyon komoly alapokkal rendelkezem, nagyon jó edzők mellett, és a szüleim hatalmas kitartása mellett, akik hajnalonként vittek az úszodába, délután jöttek értem az edzésre, tehát ez egy gyakorlatilag az egész családnak egy közös eredménye. Talán a legjobb eredményem az olimpiai reménységek versenyén a második helyezett volt, de el kellett döntenem középiskolás koromban, hogy az úszás, és akkor magántanuló leszek, vagy pedig a tanulás felé fordulok, és a tanulást választottam. 15 évesen te döntöttél, vagy a szüleid? Közösen. Közösen nehéz volt döntöttünk. Ez a döntés? Mivel jó tanuló voltam nagyon, így valahogy ez szépen így kialakult. Úgyhogy az, hogy újra úszó lettem, ez a szüleimnek egy hatalmas nagy öröm, hogy akkor abba kellett hagyni, de most mégis újra úszó lehet belőlem. Ez azért érdekes, mert ugye ez már ilyen, azt gondolom szinte mindenki tudja az országban, hogy talán Egerszegi Krisztina mondta, hogy na hát soha többé, tehát még víznek a közelébe sem, mert hogy annyira sokat úszott, és nagyon sok úszó így van ezzel, hogyha lehet, akkor kerüli a medencét, mert azért azok a hajnali kelések, gondolom, hogy mert mindent lehet rám mondani, csak azt nem, hogy olyan nagyon kellemes volt. Igen. A te esetedben nem volt ilyen? Vagy pontosan, volt egy ilyen ellenállós pontosan időszak? Ugyanúgy éreztem, mint az Egerszegi Krisztina. Szerintem valóban minden úszó ezt érzi, hiszen rövid haj, kicsípett szem, reggelente hideg víz, nagyon kemény egy úszónak. Minden sport nagyon kemény, de mikor reggel 6-kor egy 5-es, 6-os gyereknek bele kell ugrani a vízbe, és úszni kell másfél órát, utána a villámsebességgel megszállítani a hajunkat, és úgy kezdeni az iskolát, hogy gyakorlatilag minden reggel 5-kor kelünk, ez egy nagyon kemény életforma. Megmondom őszintén, hogy nekem most is akárhányszor az úszoda felé megyek, eszembe jut, hogy mi lenne, ha nem mennék. Most megint a hideg víz megint csípni fog, megint felöltözni. De... És mi az, ami, tehát mi az, ami átlendít? Mert azért ott biztos van egy olyan pillanat, amikor jön egy másik mondat a másik oldalról, az, hogy minél tovább és sokáig, vagy esetleg az eredmény is hajt, és van egy kihívás része is a dolognak, vagy csak tényleg az egészség, ennek a megőrzése és ez a fajta tudatos. Nagyon szeretnék minél tovább jó ember lenni, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy igazán készséges jó ember lehessek, ahhoz nekem a sportra szükségem van. Szükségem van arra a magányra, amit reggel, az az egy-egy óra vagy másfél óra, amit magamban töltök, elrendezem a dolgokat magamba, és erre szükségem van ahhoz, hogy egész nap utána kiegyensúlyozott legyek. Hiszen az úszás ugye az egy magányos tevékenység. Magányos. De legalábbis én, hát jó ideje nem úsztam már,
abban a kevés időben, amikor rendszeresen tettem, akkor mindig egyfajta meditáció volt. Tehát végig gondoltam, hogy mi minden lesz, sőt, talán az úszásban lehet eljutni, meg valószínűleg a hosszú távfutásban is, amikor már nincsenek gondolatok. Tehát amikor már csak a mozgás van, és te meg az az elem, amiben éppen vagy. A családod számára megpróbáltad-e ezt a fajta stafétát továbbadni, vagy fontosnak tartottad-e, hogy mondjuk ők is ússzanak? Mind a két lányunk beiratkozott úszni, és nagyon szépen megtanultak úszni, de egyik sem lett úszó. A kisebbik lányunk, ő lett nagyon jó sportoló, ő futó lett. A másik lányunk, ő pedig egy nagyon harmonikus személyiség, aki szereti a sportot, de nem versenyszerűen. És akkor ott van az életednek a másik része, ami azért szintén nem mindennapi, hogy egyházi nyelvet tanítasz pontosan? Igen. Hát erről is mesélj egy kicsit, ez is egy nagyon érdekes történet. Mert az, hogy valaki nyelvtanár, hát az azt gondolom, hogy mindenki el tudja képzelni, de hogyan lettél végül is, vagy hogyan kerültél ide? Nekem tulajdonképpen ez egy 19 éves szerelem a hittudományi főiskolával. 19 éve tanítok már a hittudományi főiskolán. Én voltam a lektorátusnak, a nyelvi lektorátusnak a megalapítója, és fokozatosan fejlődtünk, és eljött az a szakasz, amikor egyre jobban tudatosult bennünk, hogy szükségük van a hallgatóinknak speciális nyelvtudásra, ahhoz, hogy a szakdolgozatukhoz, szakirodalom feldolgozáshoz jól hozzá tudjanak férni. Tehát úgy tanítok egyházi szaknyelvet, angol és francia nyelven, hogy azt az egyháznak tulajdonképpen a szaknyelvét, hogy a szakirodalmat képesek legyenek olvasni, illetve hogyha majd papként fognak szolgálni, és idegen nyelven kell szertartást végezni, akkor azt is el tudják végezni. És szigorú tanár vagy? Szerintem nem annyira. És tudják rólad egyébként azt, hogy kiválóan úszol is? Igen, nagyon szurkolnak, igen. Ez egy nagyon jó kis közösség, ahol igazán, igazán támogatnak. És esetleg el is tudod őket csábítani a medencébe? Hogy, bocsánat, ez a mondat, ez így elég furcsa. Furcsa, nehogy kapjunk érte. Újra gondolom. És esetleg rá is tudod őket venni, hogy mondjuk ők is versenyszerűen ússzanak? Nem az én dolgom. Tehát én annak örülök, hogyha azt látom, hogy bármit sportolnak. Nos, Ági, akkor zárjuk azzal, hogy mire készülsz. Lesz olyan verseny, amire esetleg mi nyíregyháziak is elmehetünk, és nem csak a kispapok, de mi nézők is szurkolhatunk neked. Januárban szokott lenni itt Nyíregyházán egy elég komoly úszóverseny, egy kvalifikációs verseny. Hát utána a következő nagy verseny, az az Európa-bajnokság lesz, következő év nyarán Szlovéniában. És arra készülök. Hát, sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. És kellemes hétvégét. Ahogy a kedves nézőknek is, köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. Én azt hiszem, hogy ez a hétvége egy igazán emlékezetes lesz a nyíregyháziak életében, hiszen rengeteg program, Vidor Fesztivál. Kívánom, hogy töltsék nagyon kellemesen valamennyi estéjüket, viszontlátásra.